Közel 1500 filmes kéri Klaus Johannis államfőt, hogy ne hirdesse ki azt a jogszabályt, amely elutasítja az ágazatban rendet rakó, még a Csolos kormány által elfogadott sürgősségi rendeletet. Az aláírók azt kérik, az érintett szektor képviselőivel folytatott valós tárgyalások alapján vizsgálják felül a jogszabályt. A filmesek véleménye szerint a most elutasított rendelet számos olyan kérdésben tett volna a rendet, amelyeknek a megoldását régóta kérte a filmes szakma. Elfogadása megfogalmazásuk szerint kulturális sürgősséget elégített ki. Ami a legfontosabb, az, hogy átláthatóvá tette volna ezt az egész támogatási rendszert, az egész pályázási rendszert, ami most egyáltalán nem az, tehát hogy még mindig ott kísértenek ezek a régi reflexek ebben a rendszerben. Teljesen más lett volna a támogatási rendszer. Az aláírók között megtalálhatók a román filmművészet legjelentősebb képviselői, köztük Tudor Gyurgyu filmrendező is, aki leginkább azt kifogásolja, hogy a képviselők úgy utasították el a rendeletet, hogy vitát sem folytattak róla, az érintettek közül pedig senkit nem kérdeztek meg. Egy éves előkészítés előzte meg a jogszabályt, és butaságnak tartom, hogy csupán azért akadályozzák most, mert a képviselők nem jutottak egyességre. Nem tartották fontosnak megkérdezni a szakmát. Úgy gondolom tehát, hogy az elnöknek kötelessége, hogy elősegítse a vitát, és küldje vissza a jogszabályt újra tárgyalásra. Ha nem így történik, mindent kezdhetünk előről, ami egy újabb elvesztegetett év, 10 elvesztegetett év után. A Csolos kormány által elfogadott sürgősségi rendelet a filmgyártást szabályozó 2015-től érvényes kerettörvényt módosítja. Egyik fontos pozitívuma, hogy több lehetőséget kínál a fiatal filmeseknek, átláthatóságot biztosít a filmes projektek támogatásában, és előírja olyan projektek finanszírozását, amelyek a fogyatékkal élő nézők számára is lehetővé tennék a vetítéseken való részvételt.